Ismét igazi forró latin hangulatot varázsoltunk a színpadra, és ismét egy kemény megmérettetés következik a zsűri előtt. Leszámítva ezt a kellemetlen mellékkörülményt, hogy a zsűrinek döntést kell hozni, azért jól vagyunk, azt hiszem. Hát két egészen parádés produkciót láttunk. Nyugodtan megettem szerintem. Oswald Marikának adom meg először a szót, majd megbeszéltük, hogy tetszett neki. Igen, két teljesen eltérő felfogású produkciót láttunk, de a maga nevében mind a kettő nagyon autentikus volt. A Robiék és a Gidák, hát szédületesen táncolt a két kislány, két művésznő, és a két Gida, és a Robinak az a latinos szenvedélye az egészen lenyűgöző volt, nagyon-nagyon. Nem tudom, hogy ideológiai csapás, úgy erre jobbra, hogy látta ezt a témát. Bevallom, hogy Mari Zsuzsi most a másodszorra döbbent meg azzal, és ezt nagyon köszönöm, hogy mindig van valami extra csavar a feladatfelfogásban, hogy miért hajolok én le, amikor ezt föl lehet így állítani. Egész más érzés. Nektek is ajánlom. Szóval, hogy mindig van valami extra csavar a felfogásban, és ezt külön köszönöm, mert ugye a feladatok mindig nagyon egyértelműek, és mindig nagyon egyértelműen is lehet érteni, és Zsuzsi az, aki mindig beletesz valami extra pluszt. Viszont azért vagyok én írtudatos nagy bajban, mert a Robi produkció meg olyan volt, hogy itt megőrültünk. Tehát az szerintem az első hangtól az utolsóig gyakorlatilag rendben van. Egy darab pesgés volt a zsűri. Így van. Na most, hogyha itt a témáról beszélünk, akkor hadd szólítsa meg Dórát, ugye, aki eleve másként fogta meg ezt a hányszor egy héten, ugye hányszor visz a gyerekére az óvodába, és tulajdonképpen ez a csapás irány, hogy hányszor lehet Hozi Armandót nézni a héten, ez is eltérő az első reflexektől. Azt gondolom, hogy a Zsuzsiék produkciója abszolút színház volt, és ezért nekem borzalmasan tetszett. Tehát volt eleje, vége, közepe, és egy nagyon jó kis történetet láttunk, különösen a Géza szólójától teljesen kész voltam a végén. Azt gondolom, hogy zeneileg egy kicsit nekem mulatosra sikerült, tehát hogy a Robiék sokkal inkább hozták ezt az igazi latinos hangulatot. Én is attól voltam elájulva, hogy a Robi milyen véresen komolyan vette ezt a latin macsót, és az nagyon tetszett. Tele volt finomságokkal. Abszolút nem vettük komolyan, a véréből jön szerintem a Robinak. Véréből jön? Hát abszolút nem. Mint ahogy gondolom mindenki észrevett, azért bele volt csempészve egy kis eredeti szikora Robi, ugye megy a lány, megy az utcán, azért az ott volt benne. Hát meg a síp is az ergóból maradt, nem? Már bocsánat, hogy a szabadba vágtam. Azt a latinok lopták az ergótól. Ez nyilvánvaló. Nyilvánvaló. Ha már beszéltünk a magyar valóságról, hogy mennyire finoman ábrázolták a Zsuzsiék ezt a magyar... Hogyha megnézzük, akkor a Géza vállán akár az a tetoválás is lehetne, hogy Zsuzsi, de nem, Erzsi. Megmutatod, Géza, azt az Erzsi? Ez annyira szép, hogy... Igen, engem mindig is érdekel egyébként, hogy a mai magyar mosópor reklámokból jól ismert hétköznapi háziasszonynak milyen lehet a férje, mert azt soha nem találkoztunk vele, és pont így képzeltem el, egy zseniális alakítás keretében. Ennyire kigyúrt férjet képzeltél? Nem, ennyire csontalkeszt, és ennyire olyat, aki abszolút fogalma sincs semmiről. És kék a szeme alatt egy kicsit. Ja, és az is milyen jó volt, hogy kék a szeme alatt. Hát ez is... Fantasztikus. Bére Zolit figyeltem, akinek nyitva maradt a szája. Nem tudom, nem okozott ez valami hátrányt neked fizikailag? Igen, tehát egyrészt görcsöl az állkapcsom abból kifolyólag, hogy így próbálom összeszedni alulról. A Mari Zsuzsi cipőjéről nem tudtam levenni a szemem, mert rendkívül emlékeztetett. Kis csoportos koromban volt egy óvónőm, egy rendkívül izzadságszagú óvónő, Teri néninek hívták, akire, de ahogy Harsányi Levente kollégám szokta mondani, but, ez nem jelenti azt, hogy izzadságszagú lett volna a produkció, hanem első osztályú volt. Csak úgy, mint a Robiék, amiről viszont mindenképp el kell, hogy mondjam, hogy ha még egyszer születnék, Szikora Robi szeretnék lenni. Laci, te mi szeretnél lenni, ha még egyszer születnél? Vagy egy Mari Zsuzsi mondta itt valaki hátul. Különben elmondom neked, hogy nem fogsz még egyszer születni, ne ringatózzál semmiben. Na. Vagy ha legalábbis megpróbálod itt mellettem, hama véget vet egy Na, a lényeg, mivel most már, hogy nagyvezér átadtad nekem a szót itt, én megint gondba leszek, és elnézést kérek tőled, hogy nem vagy egyedül. Megint gondba leszek. Jól van, oké. Ági. Igen, én mint szövegíró azon gondolkodtam, hogy ha nekem ezt meg kellett volna írnom, és író lennék ebben a produkcióban, akkor hogyan csináltam volna. Valószínűleg én a hosszabb házasságok oldaláról közelítettem volna meg, és akkor a téma lehet, hogy az lett volna, hogy hányszor egy évben, és nem az, hogy hányszor egy héten. Ennyire pessimista vagy?
mi lenyűgözve hallgattuk a produkciókat, és örülök, hogy az együttesek is lenyűgözve hallgatták a zsűri munkáját. Nos, hát a zsűri tagok izzadságosan mindjárt eldöntik, hogy melyik gombot nyomják meg, Mari Zsuzsiét vagy Szikora Robiét, de hát addig természetesen a nézőkre is vár egy döntés. Természetesen, hiszen szimpátia vonalunkat nem győzöm oly sokszor elmondani, mint hogy azt teszem most is, hát minden zenekarhoz egy külön telefonszám csatolható, hívják, nyomogassák rendszeresen és minél gyakorta, hiszen azt hiszem, akire szeretnének szavazni, az előbb-utóbb bejuthat negyedikként, azaz tovább juthat, és hogyha már elküldték azt, akire szeretnének szavazni, akkor nézzük, hogy a zsűri hogy döntött. Igen, bármilyen nehéz is a zsűri dolga, ha nyomni kell, hát nyomni kell. Barátaim, ez az a pillanat, amikor nyomni kell. Kialakult az eredmény. Most halljuk, hogy ki kire szavazott. Új Péter. Szikora Robi. 1-0-ra rendett Szikora Robi. Szikora Robi. 2-0-ra Szikora Robi. Nagy Feró. Mari Zsuzsi. 2-1. Feri. Szikora Robi. Szikora Robinak, Ági. Mari Zsuzsi. 3-2, rendkívül szoros a verseny. Zoli. Szikora Iglesias. 4-2. Marika. Mari Zsuzsi. Mari Zsuzsi, 4-3. Zoli. Szikora. 5-3 van ez egy Szikora Robi. Fekete Laci végül kinyomta. Hát most a mondd meg, megnyomta. Meg is mondom. Jó van. Meg is mondom. Na. Na. Mari Zsuzsi. 5-4. Egy szinetárdóra! Én megmondom, hogy kit nyomtam, annyira szeretném őket megnézni együtt, így hatan. Tehát egy duettet és hozzá a két-két táncost együtt, az lenne a legjobb, de miután muszáj volt nőteni, ezért Szikora Robi. Szikora Robi, hölgyeim és uraim, ebben a fantasztikus küzdelemben végül is Szikora Robi 6-4 arányban került ki győztesen. Gratulálunk mindkét csapatnak! Akik az előző feladatot csukott szemmel is megoldották volna, a Fiesztáról van szó, az ő ellenfelük azonnal majd az Animal Cannibals lesz. És egy olyan igazi műfaj, mely egyikőjüktől sem áll távol, ez pedig a musical is a dal, amit elő kell adniuk. Dal, Beri, Váci Eszter egyedül. És a téma feladója a magyar rock and roll koronázatlan királya, Komár László. Szevasz, Laci! Hát ne tudd meg, hány éjszakát aludtam át, mire veled találkoztam, ezt nem mondom el. Nélkülem? A nélkülem, de egyébként ha este jössz haza, akkor én jobb oldalt alszom, de nehogy valaki ezt félreértse, mutatnám a cipőmet, és szeretném, ha a kamera is, ide Kamerás Iván, a barátunk, ezt megközelíteni. Fekete lakcipők, és ebben az a zseniális, ahogy látom, és ugyanis... ehhez a lakcipőhöz hozzátartozik a zokni is. Most nem mindegy, hogy a lakcipőhöz milyen zoknit veszünk föl, ez egy igazi lakcipő zokni, aminek kb. Térd alá kell érnie. Most várjunk egy kicsit, jó? A hatásfokozása miatt semmi, csak egy pár másodpercet, jó? Tehát mi a téma? A téma, ahová a király is gyalog jár. Köszönjük szépen. Hoppá, ridikül. Laci, arra kérlek, hogy egy ilyen rockabilly stílusba dobd oda a kasznidat Fekete Laci mellé, és mi el is mondjuk, hogy kik érkeznek. Nézzük, hogy a két latin macsó hogy állja a sarat a revi világában. Azonnal érkezik a Fiesta. A fejér a papírforma, miénk lesz a trón? Az utca sarkon, vörös az arcom, és várom a végzetem. Rekek ez üthetett minden, még a hagymával s a babbal, de most úgy
hogy halljam. Múlj külön, túl magad köszönt erősen, mintha jönne már a szag is erősen. Sikerül, sikerül, nem tartott már sokan. Úgy, mint egy vízsli, ott marad a homokban, majd a végén nézegetem titokban. Sikerül, sikerül, nem tartott sokan. Régi illat ébreszt, régi érzést, a szemedet kémlelem. Ülsz az utca sarkon, feszül az arcod, és nyújtod a két kezed. Rekek eszíthetek minden, azzal a furcsa ízű sajtal. De csak csináld úgy, hogy lássam, vagy legalább csináld úgy, hogy halljam. Múlj külön, fél magad köszönt erősen, mintha jönne már a szag is erősen. Sikerül, sikerül, nem tartott már sokan. Úgy, mint egy vízsli, hogy marad a homokban, majd a végén nézegetem titokban. Sikerül, sikerül, nem tartott sokan. I love you, baby. Kicsit betoltam, elmegy időjük, eddig ezt titkoltam. Sikerül, sikerül, nem tartott sokan. Vannak diszkrét témák, amikről lehet elegánsan is beszélni. A Fiesztát láttuk, Tamás, ti vigyeltek velem. Egy pici idő a pihenésre és a lihegésre, mert az igazi emberevők, a kanibálok most jönnek, és lehet, hogy épp egy könnyű kis fiesztára fáj a foguk. Érkezzék hát az Animal Cannibals! Animal Cannibals! Szevasz! Nem vagyunk ám mi ból, gyerekek! Nem musicalből, állatok leszünk! Nem gyomorvérzés, de kavarok szüntelen. A macska fáját, hogy három napja nincs kemény székletem. Jaj, nekem is sikar már a gyomrom. Tejet ittam halászlével, csak egy kis helyet adj kérlek, ott a láda szeret. Semmi több, csak egy puk mi elhagyott. Azért várok még itt, hát ha alkot az ihletet nagyot. Bennem maradt még egy pár csepp, és visszamennék gyorsan. Csak egy percre Yeah, I'm on.
Hölgyeim és uraim, az Animal Cannibals! Két macskája, gyertek ide, csücsenjetek le! Eddig a mai napon ugye láthattunk latint, láthattunk punk stílust, és éppen most musical. Ezek után csak annyit mondhatok, nekünk egy igazi zsűri kell. Azt hiszem, kedves nézőink, hogy most tényleg igaz, hogy kemény dolga van a zsűrinek. Meg is kezdhetjük a munkálkodásunkat, Hegyi Gyuri. Hát dalszövegíróként meg vagyok döbbenve, ez elsősorban nem a produkcióknak szól, de hát evolúciós lépést tettünk sajnos lefele, ugye idáig zömmel a pornográf témák felé mozogtunk, most lemásztunk erről a fáról, de sajnos azt hiszem, hogy rossz irányba értünk, mert szerintem ennél lejjebb nincsen dalszöveg téma, azért gratulálnék a megfejtésre. Ezt kapták, hát ezt kapták. Igen. Az előbb Zsú azt kérdezte, hogy hát kíváncsi volt, hogy a Fiesta hogy állja a sarat. Nem tudom egyébként, hogy erről valaha írtak-e musicalt és be fogják-e mutatni, de ha igen, akkor ott a tiétek lesz a címszerep. Köszönjük szépen. Ha már dalszöveg szempontból közelítettük meg a dolgot, akkor azért Ágnest is megkérdezem, igen, szintén dalszövegíró. Azt vettem észre, hogy a játékosok a legkreatívabban ehhez a témához tudtak hozzászólni, de olyan részletességgel taglalták ezt a dolgot, hogy még nem tudom, észrevette, a Feri vette észre, Feri kollégám, hogy macska nemzet volt az újságra írva. Ti láttátok ezt? Igen, igen. Macska nemzet. Egészen ötlet, de nagyon-nagyon, tehát egészen apró részletek ki volt dolgozva az egész. Nagyon. Egyébként talán azért is tudnak ehhez annyira jól hozzászólni, mert ez az, ami mindenkivel megtörténik. Ez igaz. Én nem nagyon csípem a musical műfajt, de szerintem tehát kivitelében és az egész színpadiasságában, koreográfiájában fantasztikusan a Fiesta közelítette ezt meg, tehát abszolút másodlagos volt a vulgaritás, tehát ők a külcsínre adták a, tették a hangsúlyt és nem a belbecsre. Bérej Zoli azért van nehéz helyzetben, mert az a rádiós állomás, ahol ő hát ugye műsorvezetőként is dolgozik, egyáltalán nem sugároz ilyen műveket. Ez nem jelenti azt, hogy nem volt még soha ilyen műhöz szerencsém. A Animal Cannibals, én azt gondolom, hogy végülis nem egy macskák paródiához nyúltak. Ez már a macskák paródiának a paródiája volt, hogyha... Én egyébként nem azt mondanám, hogy ez a macskák paródiának a paródiája, hanem ez az a rész, amit végül kivágtak a macskákból, nem? A nagyobb, hosszabb vágatlan. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy mindent lehet ideológiai alapra helyezni, nem Péter? Ezt a témát is. Én most nem helyezném azért annyira ideológiai alapra. Én szerintem mind a két együttes jól nyomta. Kifejezetten erős produkciókat láttunk. A Budiról én nagyon hiányoltam a szívalakú kémlelő nyilást folklórilag. És esetleg néhány legyet is lehetett volna még az MC Haver produkcióból kölcsönkérni. Az Animal Cannibals darabja, az egy kicsikét nekem olyan volt, mint amikor két klimaxos titkárnő a vállalati farsangon sokkolja a menedzsmentet, de roppant vicces volt. Van még valaki, aki mindenféleképpen szeretne belenyúlni ebbe a dologba? Hát ebben nem. Ebben nem. Jól van, köszönöm szépen. Fekete Laci is megerősített. Természetesen nézőink is nyilvánvalóan szakértő módon nyúlnak hozzá ez a kérdéshez, úgyhogy a szó Leventéjé. Azt mondjátok el nekem, hogy lehetek olyan kedvesek, az a macska nemzet, az kinek jutott az eszébe? Annyira precíz és annyira fontos momentuma volt az előadásotoknak. Sokat gondolkodtunk, hogy esetleg a Play Cats lesz. Különböző magazinok is megkerestek minket az ötlettel, amikor már mondtuk, hogy macskák leszünk, végül is a macska nemzet mellett döntöttünk. Közös. Szerintem jól döntöttetek, Mary Poppins pedig üdvözlőjük természetesen, és visszaadjuk a lehetőséget és a szót a zsűrinek. Kérem szépen, elérkezett az a pillanat, amikor döntést kell hoznunk még ebben az ügyben is, úgyhogy megkérem a zsűri tagjait, hogy ki nyomja meg a megfelelő gombot, Fiesta vagy Animal Cannibals. Új Péter. Animal Cannibals. 1-0! Kinek a pap, kikinek a pap, de nekem is az Animal Cannibals. 2-0! Nagyszerű? Fiesta. 2-1! Feri? Fiesta. 2-2! Ági? Ági is a Fiesta-ra szavazott, 3-2, fordított a Fiesta. Herceg Zoltán. Ricsi Macsi és Kukaket. Azaz Animal Cannibals 3-3. Oswald Marika. Fiesta. 4-3 a Fiesta-nak. Zoli. Fiesta. 5-3 már a Fiesta-nak. Fekete Laci. A Animal. Animal Cannibals. És Komár László. Hogy állunk most? 5-4. 5-4? Igen. Akkor 6-4. 6-4 arányban a Fiesta nyerte a musical összecsapást.
Bajnokok Ligája A csoportjában a 10 csapat küzdelmében befejeződött a második forduló. Lássuk, hogy hogy áll a tabella. Első helyen Holt versenyben a Romantik és a Nox 13-7-es gólkülönbséggel 4 ponttal. A harmadik helyen is gólkülönbség azonosság van, tehát 11-9-es gólkülönbséggel 4 ponttal a Grunfaus és Szikora Robi, na meg az Ergo Gidák. Ötödik helyen 3 ponttal 11-9-es gólkülönbséggel a Hooligans. A hatodik helyen is 2 csapat egyaránt 8-12-es gólkülönbséggel 3 ponttal a Bombon és a Fiesta. A nyolcadik helyen is volt verseny, MC Haver és a Tecmo meg az Animal Cannibals 9-11-es gólkülönbséggel 1 ponttal. És tizedik helyen pedig Mari Zsuzsi, a folytatás pedig nem sokára. Legközelebb ugyanilyen, vagy még pikánsabb izgalmakkal várjuk Önöket a képernyők elé. Csillagfényes, mámoros jó éjszakát kívánok mindenkinek! Bak! Ne aludjanak éjjel-nappaliban, és ne feledjék az aranyszabályt, fülre lépni tilos, és gondoljunk mély együttérzéssel arra, hogy vannak még emberek, akik élnek az esőben. Tehát foglalja mindenki esténként imába, jövő héten újra Dalnokok Ligája!